Magic Maze fogd és fuss egy 1-től 8 főig játszható valós idejű kooperatív társasjáték, amelyben 4 kalandozót irányítunk, és célunk, hogy mindegyikük számára felszerelést szerezzünk a helyi plázában. A kezdőlapkát, amit onnan lehet felismerni, hogy mind a két oldalán a pláza egy részlete található, az első játszmák során az A oldalával helyezzük felfele, majd a későbbi játszmák során dönthetünk arról, hogy melyik oldalát használjuk. A 4 kalandozó figurát helyezzük a középső 4 mezőre véletlenszerűen. Helyezzük a közelbe a lopáslapkát szintén az A oldalával felfele, és a működésképtelen jelölőket, a csinálj valamit bábút, és a homokórát is helyezzük elérhető távolságban. A szabálykönyv 17 küldetést tartalmaz, és minden küldetéshez meghatározott lapkák tartoznak. Minden lapkának van egy száma, ezek alapján válogathatjuk ki, hogy az adott küldetéshez mely lapkák kerülnek játékba. Ez az egyes lapka, az első küldetéshez pedig a 2-től 9-ig számozott lapkákra van szükségünk. Ha ezeket kiválogattuk, megkeverjük őket, és képen lefelé játéktér mellé helyezzük. Játékosszámtól függően kell az akciólapkákat kiválasztani, tehát például egy 4-fős játékban az összes olyan akciólapkára szükség lesz, amin itt 4-es látható. Ha ez megvan, minden játékos vegyen maga elé egy akciólapkát, és pozícionálja úgy, hogy az észak egy irányba nézzen a kezdőlapkán jelzett északkal. A játékosoknak nincs saját körük és nincs saját bábójuk, tehát egy időben hajthatják végre a játékosok az akcióikat, és mindenki csak azt az akciót használhatja, ami maga előtt van. Minden játékos az összes bábút irányítja, és a céljuk is közös, minden bábúnak el kell jutni egy adott helyre, és amikor minden kalandozó eljutott a célmezejére, egyszerre ellopják a számukra fontos felszereléseket, és amilyen gyorsan csak lehet, ki kell jutniuk a kijáraton. Amikor a játék elindul, ezt a 3 perces homokórát meg kell fordítani, és ha a sikeres menekülés előtt bármikor az utolsó homokszem is lepereg, a játékosok azonnal veszítettek. Onnantól kezdve, hogy elkezdődött a játék, és a homokóra megfordult, a játékosok már nem kommunikálhatnak egymással, kizárólag ezzel a csinálj valamit bábúval jelezhetik, hogy rávárnak a többiek. A legalapvetőbb akció a mozgás. Minden játékos csak abba az irányba mozgathatja a bábukat, ami előtte szerepel az akciólapkáján. Tehát ez a játékos csak keletre, ez a játékos csak északra, ez a játékos csak nyugatra, ez a játékos pedig csak délre mozgathatja a bábukat. A bábuk egyszerre bármelyik mozgathatók addig, amíg nem ütköznek akadályba. Ilyen akadály lehet például a fal, vagy egy másik bábú is. Tehát a bábuk nem haladhatnak át egymáson, és egy mező mindig csak egy bábú lehet. Tehát ez a játékos ide nyúl és lefele mozgatja a zöld bábút, ez a játékos elmozgatja jobbra, majd a mozgó lépcső is használható, csak az a játékos által, aki előtt ez látható. Ilyenkor ez a játékos oda nyúlhat és átmozgathatja a bábút a mozgó lépcsőn. Ez az örvényjel gyakorlatilag teleportálás. Ez az akció arra jó, hogy bármelyik bábút, bármelyik helyről egy olyanra mozgathatunk át, ami a saját színének megfelelő örvény. Tehát ez a játékos megfoghatja például ezt a narancsárga bábút, és áthelyezheti erre a narancsárga örvényhelyre. Az utolsó akció lehetőség a felfedezés. Ez akkor használható, ha egy bábú a színének megfelelő ilyen nagyítón áll. Tehát például, ha ez a zöld bábú itt ezen a zöld nagyító helyen van, akkor ez a játékos felhúzhat egy lapkát a pakliból, és azt úgy kell helyeznie, hogy ez a nyíl oda csatlakozzon, ahol a felfedezés megtörtént. Ha úgy alakulna, hogy több bábúnál is felfedezési lehetőség van, az akcióra jogosult játékos akkor is csak egy lapkát húz fel először, azt eldönti, hogy ide vagy ide helyezi le, majd utána húzhat fel egy újabbat, és azt a másik helyre helyezi. Felfedezésnél előfordulhat, hogy összenyitunk 2 termet, ez innentől kezdve átjárható szabadon, de az is előfordult, hogy egy termet elzárunk a másiktól. Ha nagyon fogytán van az idő, lehetőség van egy kis időt nyerni ezeken a homokóra mezőkön. Ezt mindenféleképpen még a homokóra lepergése előtt kell megtenni, tehát ha már kevés idő van, akkor érdemes egy ilyen homokóra mezőre rálépni. Ilyenkor a homokóra megfordítható, a homokóra mezőt pedig le kell takarni egy ilyen működésképtelen jelzővel, ugyanis minden ilyen homokóra mező csak egyszer használható. Amikor egy ilyen homokóra mező aktiválásával a homokórát megfordítjuk, a játékosok megszólalhatnak, megbeszélhetik a további teendőket, de amint egy játékos hozzányúl valamelyik bábúhoz és az akcióját használva elmozgatja, ismét életbe lép az a szabály, hogy egymással kommunikálni már nem lehet, csak a csinálj valamit bábút használhatjuk. A játékosok célja, hogy a hősöket eljutassák a saját színüknek megfelelő mezőre, a törpöt a narancsárga csatabárthoz, a barbárt a sárga karthoz, a varázsolt a lila üvegcséhez,
A tündét pedig a zöld íjhoz. Abban a pillanatban, amikor mind a négy hős a színének megfelelő célmezőre eljut, a rablás automatikusan megtörténik, ezt ezzel a lopáslapka megfordítással jelezzük, és innentől kezdve az a cél, hogy mind a négy hős az itt látható kiáraton kijusson, az utolsó homokszem lepergése előtt. Némi nehezítés, hogy innentől kezdve az örvény, azaz a teleportálás akció már nem használható. Ha a játékosok sikeresen kijutatják a hősöket a kiáraton keresztül, nyertek. Ez tehát az első küldetés. Ahogy említettem, 17 küldetés található a szabálykönyvben. A második küldetésben például 3-mal több lapka lesz, és a rablás után mindenki a saját színű kiáratán kell, hogy kijusson. A harmadik küldetésben minden alkalommal, amikor a homokorát megfordítjuk, az előttünk lévő akciólapkát a tőlünk balra ülőnek kell továbbadni. Így tehát a küldetés során többször változnak az akció lehetőségeink. A negyedik, ötödik és hatodik küldetésben már a hősünknek is egyedi képességeik lesznek, de ezeket és a többi küldetés felfedezését már a játékosokra bízom. Az egyszemélyes játék hasonlóan zajlik, mint a többfős. Itt a 7 egyesen jelölt akciólapkát kell összekeverni, figyelni az irányra, és úgy egy húzópaklit képezni belőlük, majd a játékos, amikor elindítja a homokórát, felcsapja a húzópakli tetejét dobópakliba, és mindig a dobópakli tetején látható akciót hajthatja végre. Tehát ha ez nem jó, húzok tovább, ha akarom, ezt végrehajtom, húzok tovább, és így tovább. Ha a húzópakli elfogy, akkor a dobópaklit a sorrend megváltoztatása nélkül újra húzópaklivel fordítom, és így folytatom a játékot. Amikor a homokóra mezőt használ a játékos, akkor a homokóra megfordítása és a mező letakarása mellett össze kell keverni az összes lapkát és egy új húzópaklit képezni. A Magic Maze egy nagyon szórakoztató parti játék. A küldetések által nagyon szépen fel van építve az egész szabályrendszer, az első küldetés nagyon egyszerű, a további küldetésekkel pedig újabb szabályok kerülnek be, így a legelső játszmánkot szinte azonnal elkezdhetjük, a rövid játékidőnek köszönhetően pedig gyorsan megismerkedhetünk a további küldetésekkel is. Az összes szabályt alkalmazva sem túl bonyolult játék, de mindenféleképpen javasolt a sorrendet betartani. A későbbiek során már bármelyik küldetést kiválaszthatjuk egy-egy játszmához. Aki szeret a többiekkel együttműködve játszani, és a homokóra által is stresszel is megbirkózik, mindenféleképpen tegyen egy próbát a Magic Maze-zel.